Mikor György és Angie megismerkedtek, elhatározták, hogy bármilyen is legyen az anyagi helyzetük, az adás elsőbséget fog élvezni. Második gyermekük születését követően Angie háztartásbeli lett, míg George még egy állást vállalt, hogy meglegyen a szükséges jövedelmük. A terv az volt, hogy azt az egy évet a fiúkkal töltöm itthon. Mivel a költségvetésük szoros volt, a családon lévő nyomás egyre csak nőtt. George folyamatosan túlórázott, és mégsem jutottunk előbbre. Minden kiadásukat lecsökkentették, kivéve egyet. Nem akartuk abba hagyni az adakozást, de szükségünk volt arra, hogy Isten cselekedjen. George elmondta, hogy Isten arra bátorította őt, hogy még többet adjon, így 4 hónapon keresztül így is tett. A szívemben úgy éreztem, az Úr azt akarja, hogy így próbáljuk meg őt. Az első 3 hónapban hűségesen adakoztak. Amikor a 4. hónap következett, azt gondoltam, hogy 4 csekket ígértünk, de még nem fizettük be a 4. Így mondtam a férjemnek, hogy ezt pedig be kell még fizetnünk. És be is tartottuk az ígéretünket. De 2 nap elteltével nem változott semmi. Emlékszem, amikor hazaértem a munkából, a szobámba mentem imádkozni. Ekkor már mély ponton voltam, és azt mondtam, Uram, nem avatkoztál be. A következő pillanatban Angie lépett a szobába, és egy levél volt nála. Azt mondta, drágám, ezt nézd meg, erre én. Ez meg mi? Nem hittem a szememnek. A borítékban, amelyet egy rokonuk küldött, 2000 dolláros csekk volt. Isten most is hűséges volt. Ismét cselekedett. A Marino család továbbra is hűségesen adakozik. Azóta 3 év telt el, és ez alatt George-ot 3-szor előléptették. Angie pedig azzal foglalkozhat, amit igazán szeret. Gyerekeknek tart 2 tannyelvű művészeti órákat. Ez tényleg egy hitben való utazás, és ez kedves Isten szemében. Ő hűséges és igaz. Isten nem hagyja, hogy megszégyenüljünk. Ő nem hagy cserben. Isten önöket sem hagyja cserben, de ehhez engedelmesnek kell lennünk, és közben hitben kell járnunk. George ezt tanulta meg a próba során. A zsidókhoz írt levél 11. részében ezt olvashatjuk. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. George és Angie megpróbálták Istent, és Isten is megpróbálta őket. George hite is ki lett próbálva, de Isten beavatkozott. Az önök életébe is beavatkozik, ha ezt a példát követik.